A Sóstói Múzeum faluban már hetek óta készülnek a húsvétra. Főként óvodás és kisiskolás csoportok, családok érkeznek a skanzenba, hogy megtanulhassák a hagyományos húsvéti tojásfestési és díszítési technikákat. A Sóstói Múzeum faluban nem múlhat el húsvét tojásfestés nélkül. Már hetek óta majdhogy nem festjük a tojásokat, és hál' Istennek olyan nagy az érdeklődés, hogy húsvét után is tojásokat fogunk még festeni. Várunk csoportokat, előre bejelentkezett csoportokat, illetve családokat is. A kicsik vörös és lila hagymalével színezik a tojásokat, valamint megismerkedhetnek a berzselés technikájával is. Ilyenkor a főtt tojásra levéldíszt helyeznek, így teszik a színezőlébe. A gyerekek kérdésünkre azt is elmondták, otthon hogyan készülnek a húsvétra. Ilyen húsvéti díszeket ki szoktunk rakni. Mondjuk mamánál is vannak húsvéti díszek, és már kiraktuk. Nem csak húsvét előtt, húsvét hétfőn is programokkal színesíti műsorkínálatát a Múzeum falu. Rendhagyó tárlatvezetésen vehetnek majd részt a látogatók, délután pedig egy hagyományos református istentiszteletet tekinthetnek meg a falu templomában. Kézműves és gasztroudvar, nagyvásár, bemutatóházak és életképek az Árpád-kori faluban egész nap várják majd az érdeklődőket.